33 fok, ennyit mutatott a hőmérő szerda délben Nyíregyháza belvárosában. Fiatalokat, időseket egyaránt megvisel a napok óta tartó és egész héten folytatódó hőség. A meleg időjárás emberi szervezetre gyakorolt hatása, közlekedése is hatással van. A vezetés közbeni rosszul lét akár balesetekhez is vezethet. Tompul a járművezetők figyelme, csökken a koncentráció képességük, növekszik a reakcióidejük, emellett az ilyenkor gyakrabban jelentkező kialvatlanság, fáradtság és türelmetlenség is befolyásolhatja őket. Éppen ezért figyelmezteti a rendőrség a közlekedőket, akiket különböző tanácsokkal is segít. Mindenféleképpen, hogyha indulnak, nagyon sok autóban már van klímaberendezés, először próbálják magát a kocsi szekrényt, a járművet egy kicsit lehűteni arra a kellemes hőfokra, amit az emberi szervezet elviselhet. Mindenféleképpen vigyenek magukkal hűtött italokat, és amennyiben úgy érzik, hogy rosszul vannak, akkor mindenféleképpen álljanak meg. Akik nehezen viselik a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne is üljenek volán mögé. De ha mégis szükséges elindulniuk, fontos, hogy a szokottnál többször álljanak meg útjuk során, és tartsanak pihenőt lehetőleg hűtött helyen, ahol felfrissíthetik magukat. Legyenek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, és tartsanak nagyobb követési távolságot. Ha pedig megállnak, lehetőleg ne napos helyen hagyják járműveiket. Ami még nagyon fontos, hogyha leállítják a járművet, elhagyják a járművet, semmi esetre se hagyjanak benne kisgyermeket, illetve akár még házi állatot, állatokat, mert a kocsiszekrény egy pár perc alatt úgy fel tud melegedni, hogy az tragédiához is vezethet. A rendőrség nem csak a járművezetőket, a gyalogosokat is figyelemre inti. Ők ugyanis ilyenkor jellemzően kevésbé néznek körül, mielőtt az úttestre lépnek, vagy rosszul mérik fel a veszélyeket.